Székely Norbert, a felnőtt női kosárlabda válogatott néhány napja leköszönt szövetségi kapitánya, a leány szakágért felelős utánpótlás koordinátor irányításával a hazai szövetség nemrégiben tehetséggondozó programot indított az U16-os és az U14-es korosztály kiválasztottjainak. A testnevelési egyetemen zajló egyéni képzéseken az ígéretes fiatalokat igyekeznek teljes körben felkészíteni az élsportolói pályára. Így nem csak a kosárlabda tudásuk csiszolásával segítik őket. Az első az az, hogy próbáljunk olyan lehetőséget és képzést adni olyan gyerekeknek, akik hajlandóak és tudnak is tanulni, akik képesek arra, hogy fejlődjenek, és akik komolyan veszik a kosárlabdát, ezáltal a kluboknak segíteni abban, hogy valamilyen új aspektust kapjanak, segíteni abban, hogy a képzésükben egy szintet tudjanak előrelépni, és nyilván segíteni abban, hogy ezáltal a képzés által a játékosok úgy menjenek vissza a klubjukba, hogy valamivel többek lettek, tehát fejlődtek. Nagyon fiatal játékosokról van szó, a 2011-es korosztályból is vannak itt játékosok, és van egy-két náluk rutinosabb játékos is, és 4 klubból jött össze ez a 16 játékos, vagy egy 16 játékosról van szó, akik 2x8-ban, 1-1 órában kosárlabdáznak, és azt követően pedig kiegészítésként foglalkoznak olyan dolgokkal, amiket a klub nehezebben ad meg nekik, tehát van egy pszichológiai támogatás, van egy étkezéssel kapcsolatos óra, amit eltörtenek, illetve van egy erőléti rész is, tehát ezekkel egészítjük ki a kosárlabdát, és ez a 8 játékost, a következő 8 játékost a következő órában követi, és akkor pedig megint kezdjük előről gyakorlatilag ugyanazt az anyagrészt, tehát így 16 játékossal tudunk foglalkozni, és a kérdésedre visszatérve, ugye itt a kislenkétől vannak játékosok a Beactól, a Kasszásoktól és a Zsíros Akadémiától. A hétfőnként zajló foglalkozásokat Székely Norberten kívül mások mellett Boros Zoltán, a TF vezető tanára, a korábbi kiváló játékos vezeti. És hogy az egyetem szakemberei pontosan milyen szerepet vállalnak a programban? Magát az otthonát adja az egész programnak, és ugye a direktorunk, illetve a kosárlabda szövetségből akár Székely Norbert, vagy ugye jelen pillanatban ugye az új elnökünk is ugye abszolút támogatja ezt a programot. A helyszín valójában nagyon jó, adott fél éve itt vagyunk a teremben, és abszolút megfelelő környezetet biztosít az ilyen jellegű programoknak. A lányok nagyon jól fogadták, mi mindenképpen egy ilyen kísérleti dolognak, képzésnek gondoltuk, mert nem tudtuk, hogy mi lesz belőle, tehát valahol mindig el kell indulni, és ilyen szempontból a lányok abszolút partnerek, nagyon szívesen jönnek, de nem csak a kosár részére, az erőléti részére, vagy nagyon jól szívesen jönnek a diatitkára, a pszichológia is érdekli őket, van, aki esetleg beteg vagy sérült volt, és nem tudott részt venni, akkor csak a pszichológiára jött. Tehát mindenképpen ez egy ilyen jó dolog, és ők is átérzik, legalábbis jól érzik itt velünk magunkat. A programban résztvevő lányok nagyon élvezik az edzéseket. A közösség az nagyon jó, meg a lányok is nagyon befogadóak, és így szerintem így mindent átveszünk, és így nagyon jó. Kiegészítjük egymást, hogy hát megmondják a dolgokat, amit rosszul csináltam, kijavítanak, és ez nagyon örülök. Szerintem az egy-egy fejlődött az itteni edzések során, illetve a dobásom is, mivel arra figyelnek, és ők így külön egy-egy hibákat javítanak ki, és így nem csapatszinten, hanem azért vagyunk kevesebben, hogy így egyénileg tudjanak fejleszteni. Van ugye pszichológia és dietetika, a dietetikán étkezéssel kapcsolatos dolgokra tanulunk, a pszichológián pedig mindig másról. Most a legutóbbi alkalomkor az, hogy hogyan tudjuk idéglenes időre elnyomni az érzelmeinket, és ehhez ilyen ábrákat rajzoltunk, ami nekem nagyon tetszett. És szerintem azok a foglalkozások is nagyon jók, mivel új területeket megismerhetünk, és ez segíthet mind a sima élet, illetve a pályán nyújtott teljesítményünkben is. A terv hosszú távon az, hogy mindenképpen szélesítsük ezt a programot. Egyrészt vonjunk be olyan klubokat is, akik most jelen pillanatban még nem adtak játékost. Gondolok itt például a Törekvésre, akár olyan klubokra, akik nem budapestiek, hanem tényleg a Budapest környéki klubokat értem ez alatt. Illetve próbáljunk meg nem csak egy, hanem akár 2 napot is együtt dolgozni, mert az látszik, hogy ezek a játékosok ettől igazán tudnak fejlődni, hogy a saját korosztályukban a legjobbakkal tudnak együtt edzeni.